Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád történész középiskolai tanár. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád történész középiskolai tanár. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én magam is köszöntöm a televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert a közeljövőben, egészen pontosan november 23-án egy konferenciát, vagy 23-ára egy konferenciát szerveztek. Hol lesz egészen pontosan ez a konferencia? Hány órától hány óráig várják az érdeklődőket? Természetesen. Maga a konferencia, ugye az Osztrák-Magyar Monarchia és a Történelmi Magyarország Összeomlása címmel, november 23-án, tehát november végén a Városháza első emeleti dísztermében, ugye egy nagyon impozáns, gyönyörű helyszínen lesz megtartva, amiért hálásan köszönöm a helyszín felajánlását az önkormányzatnak. 10 óra 30-kor kezdődne a konferencia, úgyhogy az esetleges érdeklődőket 10 óra után nagyon nagy szeretettel várjuk, és egészen este 6 óráig pici szünetekkel, de folyamatosan előadások lesznek. Nagyon sok kiváló történészt hívtunk meg az ország minden tájáról, tehát nagyon komolyan vettük szervezőként, ugye lényegben társszervező vagyok, a konferencia anyagának összeállítását. Mindjárt majd beszélünk erről is egy picit részletesebben. Milyen aktualitása van ma ennek a konferenciának? Hát ugye mindenképpen óriási. Minden is 2018 novemberét írjuk, lényegében kerek 100 évvel ezelőtt óriási léptékű változások zajlottak, nem csak Magyarországon, ugye sajnálatos Magyarországon is komoly események zajlottak, de Európa szerte hatalmas történelmi változások zajlottak, hiszen 100 évvel ezelőtt ért véget az első világháború, az úgynevezett nagy háború, amely tulajdonképpen 51 hónapon keresztül az addigi világpolitika rendjét teljes mértékben átalakította. Tulajdonképpen 100 évvel ezelőtt, immár ugye a világháború végén több mint 50 millió férfi állt fegyverben Európában. Európa politikai rendszerei átalakultak, hatalmas birodalmak, mint például a cári orosz birodalom ekkor már elbuktak, gyakorlatilag recseget ropogott az addigi politikai rend az Osztrák-Magyar Monarchiában, a Német Császárságban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, és ez az a hónap, ez az a novemberi hónap, amikor 100 évvel ezelőtt végül is ugye a hátország forradalmai miatt, ugye a hátország túlterheltsége miatt hamarabb bomlott össze az úgynevezett központi hatalmak szövetségi rendszere, mint az ellenséges Antant. Sajnos ugye ennek a történelmi Magyarország volt az egyik legnagyobb kárvallottja, hiszen kereken 100 évvel ezelőtt tulajdonképpen Tisza István nevezetes alsóházi felszólalása után néhány hét alatt darabjaira hullott az Osztrák-Magyar Monarchia, és ezzel a történelmi Magyarország. Hatalmas történelmi régióink szakadtak le, lettek martalékává ugye a nemzetiségi szeparatizmusnak, illetve az addigi politikai rendszer teljes csődje, összeomlását követően egy olyan bizonytalan időszak vette kezdetét, amelynek számos gyakorlatilag vadhajtása révén, de eljutottunk a szégyenletes trianoni békediktátumig, és ugye a történelmi Magyarország felbomlásáig. A konferencia nagyon sok szempontból, egészen pontosan 12 különböző aspektusból, de ezt az időszakot vizsgálja, ennek az időszaknak az európai, de Magyarországgal kapcsolatos folyamatait, direkt módon a Magyarországon zajló társadalmi, politikai vagy katonai változásokat, illetve az én előadásom egy picit megpróbál szűkebb perspektívában magára Karcagra koncentrálni, és az itteni fejleményeket. Kíváncsi vagyok, hogy ön, mint történész, hogyan látja ezt az időszakot?
még úgy gondolom, hogy a legkiválóbb történészek számára is a mai napig vita tárgya ez az időszak, sőt, tudni kell egyébként, hogy a nemzetközi történész szakmában gyakorlatilag 4-4,5 éve egy hatalmas polémia, egy hatalmas tudományos vita bontakozott ki egyébként a szokásos kérdésekről, egyrészt a felelősségről, ki felelős, ki tehet az első világháborúról, ki az igazi nyertese, van egyáltalán igazi nyertese. A magyar történész szakmát is megosztja ez a kérdés egyébként, tehát nem lehet azt mondani, hogy egységes állásponton vagyunk, de erről szól a tudományvilága, hogy nyilvánvalóan ütköztetni kell az álláspontokat. Azt tudni kell, hogy konkrét kutatócsoportok jöttek létre az országban, akik próbálják hitelesebben a korábbiaknál jobban a forráskritikára hagyatkozva, és pontosabban feltárni ezt az eseménysort, hiszen egy amerikai történész, egy kitűnő amerikai történész, egyébként hidegháborús teoretikus, a George Frost Cannon úgy nevezte ezt a korszakot, hogy a 20. század ős katasztrófája. Ez teljes mértékben megfelel a valóságnak, hiszen az első világháborúnak az Egyesült Államokon kívül nincs igazi nyertese, bár vannak vesztes és hivatalosan nyertes országok, de mindegyik országnak, aki részt vesz benne, több millió halottja van erre az időszakra, a hátország a romokban hever, a gazdasági kapacitásai kimerültek, a gyarmati világa felbomlott, tehát igazából felmerül a kérdés, hogy van-e igazi nyertes ennek a korszaknak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan korszakot élünk a tudomány világában, egy olyan folyamat zajlik, hogy átértékelődik az első világháború emlékezete, emlékezetpolitikája, és talán most így 100 évvel, ugye az indulatok lecsillapodása után tehetünk valós kérdéseket fel, nézhetünk meg valós, hosszú léptékű folyamatokat, hogy mondjuk egy első világháborús vereség hogyan vezet Magyarországon majd a második világháború szereplésünkhöz, és hasonló ugye, összefüggéseket tárhatunk fel. Ez nagyon fontos, gondolom, a mai világban. Ugye említette, hogy ezen a konferencián ön a első világháború karcagi vonatkozásairól fog előadást tartani. Azt tudjuk ugye, hogy Karcagot kutatja, Karcag történelmét. A hétvégén volt egy koszorúzás és megemlékezés az első világháborús emlékműnél. Akik arra járnak, ugye láthatnak rajta egy táblát. Elég sokan voltak érintettek a városból. Mit lehet tudnunk a karcagi arról az időszakról Karcag vonatkozásában, és most itt nem arra kérem, hogy tartsa meg gyakorlatilag az előadását, de a fontosabb momentumok közé mit tudna sorolni? Természetesen. Tehát hogyan élte meg a város ezt az időszakot? Megpróbálom perspektívikusan beszűkíteni a témát Karcagra, de ezt mindig nagyobb léptékben kell egyébként vizsgálni. Az első világháborúban a történelmi Magyarország lényegében nem csak katonákkal, de úgy is mondhatnám, hogy az egész társadalom szívvel és lélekkel vett részt. Azt tudni kell, hogy az osztrák-magyar monarchia 51 hónapnyi háború alatt az összes frontjára összesen 8,5 millió katonát mozgósít, 8,5 millió, tehát majdnem a mai ország népességét, amelyből 3,8 millió katona az magyar volt. Na most ebből a 3,8 millió katonából elesett a világháború végére 661 ezer magyar hősi halott, több mint 700 ezer súlyos sebesült, szintén több mint 700 ezer hadifogoly keletkezett, és a történelmi országterület veszteségeiből hatalmas súlyt képviselt azoknak a színmagyar régióknak a részvétele, ahol a nemzetiségi helyzet nem volt megosztó. Így például a Jász-Nagykun-Szolnok megye, vagy tágabb értelemben a történelmi Alföld is erején felül, vagy úgy is mondanám, hogy felül reprezentáltan vett részt a háborúban, például Karcag is. Karcagról tudjuk például, hát közvetve végül is az én kutatásaimból, hogy több mint 5000 katonát mozgósítanak az első világháború folyamán. Karcagról? Csak Karcagról. Tehát azt ugye tudnunk kell, abban az időben Karcagnak mennyi lehetett körülbelül a lakossága? Az 1910-es népszámlálás adatsorai alapján kevesebb, mint 23 ezer fő. És abból ugye 5000-ről beszélünk. Így van, tehát egy 20% feletti lakosságot mozgatnak. Csak úgy így el tudjuk képzelni. És ugye egészen elképesztő, hogy ez mind fiatal férfi, tehát zömében ez azt jelenti, hogy az aktív korú, munkaképes korú lakosság nagy részét mozgósítják. Ez nyilván egyébként magukra, a nőkre is nagyobb terhet pakol, hiszen egyébként a női szerepvállalás ekkor felfokozódik, hiszen a férfi munkaerőt valamilyen módon pótolni kell, és hadifoglyokkal sokkal rosszabb, inkább ugye a női munkaerő kerül előtérbe. Másrészt pedig ugye ebből a több mint 5000 főnyi mozgósított karcagiból, hát sajnos 803
fő az, akit ugye hősi halottként tudunk számon tartani. A korábbi becslések, például Török Vince II. Világháború előtti becslése, ő egy korabeli lelkész volt Karcagon, ő az 555 fő volt, aztán ezt 649 főre módosították az 1938-as emlékmű átadást, az első világháború emlékművének átadása után, és tulajdonképpen az elmúlt években én végeztem, úgyis mondom, egy ilyen felülvizsgálatot, vagy revizionáltam ezt a számot, 803 hősi halottat tudunk most igazolni, számon tartani, akik Karcag és annak szűkebb térségéből az első világháborúban életüket áldozták, és hogyha belegondolunk, ugye ez egy olyan városról van szó, ami az első világháború előtt borzasztóan dinamikusan növekedett gazdasági értelemben, hasonló súlyt képviselt az Alföld gazdasági szerepében, mint Cegléd vagy Hódmezővásárhely. Lényegében a város olyan mértékű anyagi kimerülésen megy keresztül, majd a világháborút követő román megszállás is olyan mértékű rablás jelent a város gazdasági javainak tekintetében, hogy ugye teljesen kimerül, és lényegében ez a dinamikája törik meg olyan mértékben, hogy aztán sajnos ugye a gazdasági súlyát nem tudja teljes mértékben visszanyerni. Tehát ez gyakorlatilag egy évszázados katasztrófa akár a város számára is. Ugye azt mondta, hogy 5000 főt körülbelül annyit mozgósítottak, ebből volt 803 hősi halott. Mi lett a többiekkel? Tehát például arra vonatkozóan van-e valamiféle adat, hogy hadifogságba hányan kerültek, ők vissza tudtak-e jönni? Tehát találtak erre vonatkozóan bármiféle feljegyzést vagy adatot? Természetesen vagy van. Találtam, mert ugye ön kutatja ezt a területet. Részben én is, így van. Természetesen vannak egyrészt hivatalos feljegyzések, tehát a felbomlóban lévő osztrák-magyar közös hadsereg, illetve a Magyar Királyi Honvédség és az annak pótkeretéből létrehozott névfelkelés hadereje, az valamilyen szinten számon tartotta a világháború elején még pontosan, utána már sajnos nehéz volt a pontosságot tartani, de számon tartotta a veszteséget, a élő erőt, tehát ugye a hadrafogható katonaállományt, a súlyos sebesülteket, illetve vannak sajnos csak elnagyolt adataink a hadifoglyok létszámáról is. Karcag esetében azt érdemes tudni, hogy éppen 100 éve, tehát 1918 novemberében Karcagra szinte azonnal hazaözönlik körülbelül 3000-3500 katona, akik ugye az olasz frontról, az utoljára, az osztrák-magyar monarchia utolsó nagy frontjáról térnek haza, és tulajdonképpen borzalmasan csalódottan 51 hónapnyi hadviselés után lelkileg, testileg megtörten, meggyötörten, éhezetten térnek haza a városba, és a reintegrációjuk, tehát a városi társadalom való visszailleszkedésük jelentett egy olyan mértékű kihívást, amivel nem is nagyon tudott akkor megbirkózni a város, hiszen ez egy borzalmasan nagy teher volt egy teljes mértékben kimerült város számára. Ennek a részleteiről, ezekről az aspektusokról akarok majd az előadásomban is beszélni, ami a konferencián esedékes, úgyhogy most erről egyenlőre többen nem mondanék. Hol voltak hadifogságban, akik hadifogságban voltak a karcagiak közül arról? Igen, ez tulajdonképpen át kell tekinteni azt a folyamatot, hogy mikor estek hadifogságba, ugyanis azt tudni kell, hogy a Karcagról sorozott legénységi állomány az ugyan zömében a 68. Jászkun közös gyalogezredhez, illetve a 29. Honvéd névfölkelő gyalogezredhez került besorozásra, de csak a saját kutatásaimból legalább meg tudnék nevezni 10-12 olyan gyalogezredet, ahová karcagiak kerültek. Innestől kezdve ugye különböző gyalogezredek különböző hadosztályokhoz, így különböző hadseregekhez lettek beosztva az osztrák-magyar hadsereg szervezeten belül, ami jelenti azt, hogy karcagi katonák harcoltak például Szerbiában, az úgynevezett balkáni hadszintéren, harcoltak 1915 májusától az olasz fronton, ugye ez volt szerintem messze a legkegyetlenebb hadszintér, harcoltak Románia 1916-os hadba lépése után Romániában, Erdélyben, illetve román területen, illetve a keleti fronton, vagy ahogy akkoriban nevezte a társadalom, az északi hadszintéren, és attól függően, hogy melyik fronton, hadszintéren harcoltak, vagy Oroszországban, vagy Romániában, vagy Olaszországban kerültek hadifogságba. Na most az Oroszországban hadifogságba kerültek, például 18 tavaszán hazatérhettek a Brest-Litovszki különbéke után, viszont akik az olasz frontra kerültek hadifogságba, nagyon sokan éppen egyébként november 3-át követően, tehát ugye a kapitulációnkat követően, ők egyébként akár hónapokig, évekig nem láthatták viszont a szülőhazát, vagy sokan egyébként ott haltak meg a
hadifogságban, amelyről egyébként külön előadás lesz a konferencián, és én nagyon remélem, hogy akár kitérnek a JASZKUN alakulatokra is az előadó részéről, tehát akár ugyan nagykunság hadifogjairól is tudunk majd valamit megbővebben. Ugye a vereség után, amikor hazaérkeztek, hazaözönlöttek a katonák, így fogalmazta az előbb ide a városba, ugye addig gyakorlatilag az aktív társadalomban a nők vitték a hátukon az összes feladatot, az összes munkát. Mi volt itt akkor a városban? Tehát mit tudott magával kezdeni ez a 3000 akárhány száz férfi ember? Hiszen addig is, igaz, hogy nem jól, sőt nagyon rosszul, de valamilyen szinten csak működött a város. Csak éltek valahogy az emberek. Az előadásomban egyébként külön szerepet akarok annak a folyamatnak szánni, hát remélem, hogy beleférek abba a 20 percbe, de ha túllépem, akkor túllépem, hogy az 51 hónapnyi világháború az mekkora terheket jelent a városi társadalomra, hiszen itt azt tudni kell, hogy a háború elején még a hadi jótékonyság az a folyamat, ami inkább dívik, tehát inkább az emberek önkéntes módon próbálják ugye a háború ügyét támogatni, például nemesfém felajánlásokkal, ugye nemesfém ékszerekkel, hasonló dolgokkal. Majd fokozatosan, és ez nagyon jól nyomon követhető egyébként a forrásfeltárásban, fokozatosan kialakul egy folyamat, hogy egyre inkább elvárttá válik a hadsegélyezés folyamata. Egyrészt az állam, másrészt meg az állam által engedélyezett nagy civil szervezetek működtetnek hadsegélyező programokat, például mondjuk a hadikötvényváltás szerintem a legtipikusabb forma, ahol elvárták, hogy az emberek megtakarításait, vagyonát, nemesfém ékszereit, vagy egyszerűen csak értéktárgyait, vagy szekereit, lovait felajánlják a háború ügyének. Ez nyilvánvalóan egy ilyen mezőgazdasági jellegű városban hatalmas pressziót jelent, hiszen egyrészt ugye megindul a rekvirálás folyamata, és én olyan forrást is feltártam az elmúlt években, ahol tudom, hogy Karcagról 1918-ban már az aratás mellől rekvirálták a gabonát, tehát haza sem vihette az egyszerű parasztember a gabonáját, hanem a hatóságok már lefoglalták, hogy a frontokat tudják élelmezni. A lovakat ekkor már régen elvitték a városból, a szekereket régen elvitték, sőt 1916-ban a kutyákat, a nagytestű kutyákat is rekvirálták a városban, hogy könnyű hegyi lövegeket vontassanak vele, óriási mértékű a kimerülés, a nélkül és az ínség. És ebben a millióban ugye tulajdonképpen hatalmas teher hárul a nők hátára, a családanyák, az itthon maradt asszonyok hátára, hiszen tulajdonképpen a család élelmezése ilyen körülmények között borzasztóan nehezen megoldott. A katonák ugyan kaptak minimális anyagi juttatást a frontokon, de ezek egyébként a pénz, a korona elértéktelenedése miatt olyan túl sokra nem voltak használhatóak, és borzasztóan nehéz szerep jutott a nőknek. Én erre tudok egyébként TNL-esben. És akkor még erre nincs telenségem különösen, még ha ezt nagyon volt, hogy hazaérkeztek az életben a katonák, csak hát ugye az még plusz teher. Abból pedig egy, hát szabályosan egy politikai társadalmi káosz bontakozik ki egyébként. Ugye éppen 100 éve, 18 novemberében bukik meg tulajdonképpen az akkori városvezető, dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester, aki egyébként saját maga adja vissza a mandátumát, megbízatását, mivel a október végén hatalomra jutó Károlyi féle hatalmi rendel, tehát az őszi rózsás forradalom liberális eszméivel nem tud azonosulni. Ezután viszont a városban nincs olyan vezető, aki Szentesi Tóth Kálmán szerepét pótolni tudná. Ideiglenes jelleggel van polgármester, majd decemberben véglegesen választunk polgármester, de az ő hatalmát meg majd elsöpri 19 tavaszán a tanácsköztársaság, tehát a kommunista hatalom, aztán sajnos jönnek a románok. Tehát tulajdonképpen egy olyan mértékű megpróbáltatás, szenvedés hullám veszi kezdetét még a háborús összeomlás után is, amire nincsen felkészülve a magyar társadalom, és így van, az a több ezer hazaözönlő katona is lényegében dologtalanul lézeng a főtéren, próbál munkát keresni, próbál megélhetést keresni, de az összeomló gazdasági körülmények között nem találnak munkát. Az ő visszailleszkedésük, tehát reintegrációjuk a társadalomban egy borzalmasan nagy kihívás a korabeli Karcagnak. Becsületünkre szóljon, hogy néhány hónap alatt egyébként ezt megoldjuk. Ezt akartam kérdezni, hogy mikor kezdett el úgymond fellélegezni a város, mikor ennek a kezdett helyreállni a rend egy tavaly picit. Jelent meg ugye egy könyvem, a háború körében címmel, abban lényegében ez bővebben kifejtem, és ugye esemény történethez rendelve pontosabban kifejtem, tehát ott érdemes egyébként jobban utána nézni, de nem egy egyszerű folyamat, becsületünkre szóljon, hogy megoldjuk. Milyen volt a fogadtatása a könyvének?
Igen, az pont egy éve jelent meg, lényegben egy év, egy hónapja, hiszen ugye októberben volt tavaly a könyv bemutatója. Hát én úgy gondolom, hogy jó. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Kedves ismerősöktől a legszebb megerősítés az volt, hogy beszéltem nagyapámmal, beszéltem dédnagyapámmal, és azt mondta, hogy fiam, ez így volt. És ez nekem mindennél jobb, mert én úgy gondolom, hogy jelent már meg feldolgozás Karcag történeti múltjáról. A rendszerváltás előtt több, mint kellett volna. De azok nem tartalmazták gyakran a valóságot. Egyrészt forrás kritikailag nem forrásokon alapultak, hanem egy politikailag elvárt irányvonalon, másrészt egyoldalúak voltak, és én úgy gondolom, hogy egy történész felelőssége, hogy objektívan tárja fel a múltat, mert különben nincs szakmai becsülete. És én úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb dolog, hogy minden létező forrás bevonásával, legyen az politikai, gazdasági, képi, táblázatú, szöveges forrás, mindent fel kell tárni, és objektívan a lehető legtisztábban bemutatni az eseményt, még ha az nem is mindig dicső, vagy nem is mindig ugye büszkén vállalható. Én úgy gondolom, hogy ha valamilyen erénye volt a kötetnek, és talán ezt emelném ki, akkor az, hogy hiteles. Egy messze menőkig hiteles. Én úgy gondolom, hogy jó volt a megítélése. Ugye most készül erre a konferenciára, igen, készülnek, ez egy nagyon nagy volumenű rendezvény lesz. Mi az, amin még dolgozik emellett? Igen, tehát ugye nem álltam le a kutatással. Most ugyan a tudományszervezés terén ugye a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, a Karcagvárosi Önkormányzat közös konferenciát szervez, ami hatalmas kihívás, hiszen tulajdonképpen a terhek egy részét én viszem a vállamon, és nem egyszerű, 12 különböző előadóval, professzorokkal, kutatócsoportok vezetőivel egyeztetni, de úgy látszik, hogy ez sínen van, hogyha ezen túl leszek, akkor a már mögöttem lévő időszakban megkezdett, és valószínűleg még jó pár évig vitt kutatást fogom folytatni, amely Karcagváros közéletével, társadalmi eseményeivel, politikai viszályaival foglalkozik, kicsit kibővítve a témakör, tehát lényegében a dualizmus létrejött a kiegyezést követően, egészen 1945-ig próbálok egy ilyen nagyobb léptékű monográfiát írni. Nem lesz egyszerű, az előző könyvem is tulajdonképpen, ha jól veszem, 30 oldalon keresztül csak a forrásanyagot citáltam benne, és több mint 800 lábjegyzet van a könyvben. Hát próbálok hasonlóan megmaradni a tudományos alapok terén, mert úgy gondolom, hogy csak így van értelme csinálni. Jó pár év munkája lesz még ez, de nagyon remélem, hogy egyszer még meg tudok jelentetni egy Karcag történeti monográfiát, időben kibővítve, és már nem annyira a háborúkra, hanem inkább a város politikai, gazdasági, társadalmi életére koncentrálva. Hát reméljük, hogy minél hamarabb meg fog jelenni majd ez a kötet, kíváncsiak vagyunk már rá. Még egyszer mondjuk el a kedves televízió nézőknek, mikor lesz ez a konferencia, és hol várják az érdeklődőket. Természetesen. Tehát a konferencia ugye az Osztrák-Magyar Monarchia és a Történelmi Magyarország Összeomlása, Konfliktusok és Megoldási Kísérletek címmel, 12 előadó, kiváló előadók részvételével, november 23-án pénteken, 10 óra 30-tól veszi kezdetét a Városháza első emeleti dísztermében. A konferencia nyilvános, regisztrációhoz nem kötött, tehát minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk egyébként. Én úgy gondolom, hogy egy Karcag léptékű város életében nagyon fontos az, hogyha be tud kapcsolódni az országos tudományos kutatási programokba, jelen esetben ez a konferencia teljes mértékben releváns. Egybecseng a világszerte zajló megemlékezésekkel, az első világháború végét záró emlékezetpolitikai eseményekkel, egybecseng az országban zajló eseményekkel, hiszen ugye az elmúlt hetekben miniszterelnök úrtól kezdve mindenki megemlékezett egyébként az első világháború befejeződéséről, központi emlékművet is emeltek Budapesten a Kerepesi temetőben, tehát teljesen releváns a konferencia, és én úgy gondolom, hogy így van értelme, így szép ezt csinálni, és minden érdeklődőt szeretettel várunk rá. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres konferenciát kívánunk, és jó kutatást, és készüljön el minél hamarabb a kötete. Nem biztos, hogy ezt betartom, de elkészül egyszer. Biztos. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Október 31-e után, ami a kereskedelmi egységekben elfogadható, az pedig ez az új élénkszínű ezres.
Ettől a hónaptól csak a 2017 után kibocsájtott bankjegyekkel lehet vásárolni. A Magyar Nemzeti Bank idén márciusban hozta forgalomba a megújított ezrest. Ez a címlet a jegybank forint megújítási programjának legfrissebb eleme. Korábban már a 2000, 5000, 10000 és 20000 forintos bankjegyek is megújultak. Érdekesség, hogy az 1000 forintos bankjegy 2009-ben már átesett egy ránc felvarráson. Ha valakinél 2018 novemberében is van régi ezres, az sem veszíti el a pénzét. Ugyan a pénztáraknál és az automatáknál fizetni nem lehet vele, azonban a forgalomból kivont bankjegyet be lehet váltani újakra. Ugye felhívnánk a vásárlók figyelmét kifejezetten arra, hogy 2018. október 31-ig lehet elfogadni a régi ezrest, ezután már csak a postákban és a bankokban tudják beváltani a kereskedők részére. De mit hallott az ezresről? Mikortól nem lehet a régiekkel fizetni? Nem tudom, nem hallottam róla, csak azt tudom, hogy lesz. Ennyit említettek, de én nem foglalkozom ilyesmivel. És azt tudja, ugye nem ez az első pénzcsere, hogyha lejár a határidő, hol lehet beváltani a régieket? Hát ennek van egy határidője, beválthatósága, ennyit tudok róla csak. Én kaptam már másikat is. Tehát újabbat, régebbit, de még annyit a forgalomban van. Mikor találkoztál utoljára régi ezressel? Hú, nem is tudom, nagyon régi, már vagy 5-6 hónapja. Szerinted a lakosság tudja, meddig lehet vele fizetni? Hát, szerintem tudja. Az 1000 forintos bankjegy lecserélésével már csak egy címlet maradt, amely modernizálásra vár. A legkisebb címlet, azaz az 500 forintos is megújul jövőre. Ezek 2019. februárban kerülnek forgalomba. ...3,6%-kal emelkedett az élelmiszerek ára. A liszt 3,9, az idényáras élelmiszerek 1,6, a tej 0,8, a baromfi hús 0,7, a sertés hús 0,6%-kal drágult. Csirke mellünk az 1190 forintról 1515 forint lett kilója a nyár folyamán. A boltvezető elmondta, hogy a drágulás a munkabérek emelkedésének, a munkaerőhiánynak és a hektikus időjárásnak is köszönhető. Folyamatosan emelkednek az árak, főleg a liszt, a tejtermékek, illetve a kenyér, péksütemény, ilyesmi. Mennyivel? Hát olyan 10-15%-os áremelkedés. Már van. Ez mire vezethető vissza, hogy látják? Hát szerintem a munkabérek emelkedése, illetve valószínűleg a időjárásra is visszavezethető. Érezhető az, hogy egyes termékekből kevesebb fogy, mint a drágulás előtt? Érezhető. Illetve megválogatják, hogy akkor inkább olcsóbbat vesznek. Melyek ezek a termékek, amelyekből az olcsóbbat választják inkább a vásárlók? Hát mondjuk a tejtermékeknél nagyobb a választék, tehát ott jobban tudnak válogatni, akár egy tejfölnél, vagy a tejnél is. Kiemelte, hogy legnagyobb arányban a kenyér és a péksütemények ára drágult. Egy kiló kenyérnél 30 forintos emelkedés tapasztalható. Hát ez egy péi, egy kilós félbarna kenyér, ez a drágulás előtt volt 225 forint kilója, most jelenleg 255 forint. A vásárlók megválogatják, hogy mit vásároljanak, ugyanis nem örülnek a drágulásnak. Észreveszem napról napra és hétről hétre, hogy sokkal több pénzt hagyok ott, kevesebb áruért, és ennek nem igazán örülök. Mik drágultak ön szerint a legjobban az elmúlt időszakban? A pékárún azon nagyon észre lehet venni, illetve a húsok, amit ugye azért minden nap fogyaszt az ember, és ez eléggé megterhelő egy idő után a pénztárcának. Kevesebbet vesznek ezáltal, hogy drágulnak, vagy hogy viszonyulnak az árakhoz? Hát kevesebbet még ha nem is, de jobban meggondolom, hogy változatosabban vásároljak, hogy akár nem veszek minden nap húsárút vagy pékárút, hanem más jellegű élelmiszereket vásárolok. Kenyér, liszt, meg ezekhez hasonlóak. És mennyivel drágultak, mit hallott? Azt nem tudom azt, hogy mennyivel drágultak, abban nem vagyok tisztában, nem figyeltem annyira meg. Ő mit szól a dráguláshoz? Engem idegesít, legszívesebben hadd ne mondjam, mit tennék. Pénztárcámat az biztos, hogy megviseli. És esetleg kevesebbet vesz ezekből a termékekből, hogy drágultak? Nyilvánvaló, nem fogyasztok annyit. Így egészségesebben élek majd. Pozderka Dóra sem örül a drágulásnak, ő is azt mondja, hogy észrevette az áremelést. Pár ezer forinttal költ többet havonta, de nem vesz kevesebbet a termékekből. Észrevehető mindennapos vásárlás után, hogy pár ezer forinttal nőttek az árak.
Mik drágultak a legjobban, illetve mennyire viseli ez meg a pénztárcát? Megviseli a mindennapokban. Tejtermékek, pékáru, és ezek inkább jobban. Ugye ezt fogyasztuk minden nap. Húsáruk, ami a helyzet? Azok is drágultak, hiszen próbálunk minden nap úgy étkezni, hogy legyen a menünkben hús is. És a drágulás után kevesebbet vesznek ebből, vagy hogy viszonyulnak ehhez? Kevesebbet sajnos nem tudunk venni, de akkor esetleg nem minden nap fogyasztunk húst. 2018 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal nőttek. A legtöbb burgonyát Csongrád, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében termelik, ahonnan sok megyénkbéli üzletbe, piacra is szállítanak. A szélsőséges időjárás sehol sem tett jót a termésnek, amit megéreznek a kereskedők. Végső soron a fogyasztók is, hiszen az ár akár csillagászati is lehet. Burgonyát még 1-2 kilója már úgy viszik, 10 kilójával nem nagyon, esetleg még 5 kilós kis zsákokba szokott lenni, azt még úgy szeretik elvinni, de attól többet nem. Mert egy az, hogy drága is, meg lehet, hogy félnek attól, hogy hamar romlik is. Ilyen drága mostanában még nem is volt a krumpli. De nem csak a krumpli, hanem a paradicsomtól, a paprikától kezdve gyümölcsöt, mindent lehet mondani, hogy mindegyik drágább. A termesztési csapások alól sajnos megyénk sem kivétel. Az aszályt itt is megsínylette a krumpli, ha a gazda nem tudott öntözni, de helyenként a zivatarokkal lezúduló eső sem volt üdvözítő hatású. A gyengébb termés mellett az is rontja a helyzetet, hogy a burgonya termőterülete évről évre csökken hazánkban, miközben semmivel sem eszünk kevesebb krumplit. A termelés költségei közben emelkednek, és az éghajlatváltozás időjárási kockázataival is mind inkább számolniuk kell a gazdáknak. A krumplinek az ára tavalyhoz képest hát olyan 40-45 forinttal ment feljebb, de még várható, hogy még több is lesz a forintja, mert kevés termett, és úgy olvastam, hogy még mindig emelkedni fog. A piacon különféle fajta és minőségű burgonyát jelenleg 90 és 250 forint közötti kilónkénti áron találni, de várható, hogy emelkednek az árak. Az üzletekben a főként import krumpli több helyen már most is 300 forint körül van. Tapasztaltuk a családdal, hogy magasabb az ára, tehát ugye napi szükséglet, tehát végül is sok ételhez fogyasztható, és próbálja az ember olcsóbban megvenni. Hát amelyik üzletbe járunk, ugye nem nevezzük meg, ugye elég jó folyamatosan a minőség. Csak drágáljuk, tehát így is, hogy 5 kilós kiszereléstől van, egy zsákba is. Így szoktuk megvásárolni a családdal. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet a 2017-es állapotokról készített jelentése alapján a fehér kenyéren 6 forint, a félbarnán 23 forint volt a pékek vesztesége, az átvételi árakat és az önköltségeket figyelembe véve, míg a vizes zsemlét a nyereséget nem tartalmazó önköltségi ár közelében tudták értékesíteni tavaly. Mi most áremelés után 30 forintért adjuk a zsömlét, és szerintem ez most teljesen reális. Minden egyes terméknek megvan azért a termelési költsége, és sokszor ahhoz viszonyítják, hogy tulajdonképpen egy zsömle nem nagy, mert 5 dekásnak kell lennie, vagy 55 grammosnak, de elég sok kézi munka van ebben is. Kevés sütőüzem az, aki akármilyen gépsort használ, és ilyen percenként több ezer zsömle jön le. Mi például minden egyes zsömlét kézzel gömbölyítünk, és kézzel hozformázunk. A kutatás szerint a fehér kenyér teljes önköltsége 181 forint 11 fillér volt, míg a pékárút előállítók átlagosan 175 forint 8 fillérért tudták értékesíteni azt. A félbarna kenyérnél ezek az értékek 184 forint és 160 forint 51 fillér volt, míg a vizes zsömlénél kilogrammonként 251 forint 95 fillér és 251 forint 32 fillér. Ez itt a BL80-as liszt, a kenyérlisztünk, hát ez most háromszor változott, emelkedett, természetesen felfele ment az ára mind a háromszor. Zsemlára most már ott tartunk, hogy több mint 20% ebben az évben a lisztek az áremelése. Azon kívül én szerintem a zsemlárát az is befolyásolja, hogy ugye a multik mindig
ilyen vevőcsalogatónak tartották a kenyér kifléses zsemleárakat, és most már rákényszerülnek, ugyan most már többnyire fagyasztott terméket árulnak, mert ha azt nézzük, a fagyasztás is költséges, és ez is befolyásolja a zsemleárát. A kutatáshoz az alapadatokat sütőipari vállalkozásoktól gyűjtötte be az intézet. A pékek már csak nehezen tudják finanszírozni a veszteségeket, ami azt eredményezheti, hogy az országban helyenként akár ellátási gondok is keletkezhetnek. Hát a zsemlében tulajdonképpen nem olyan sok minden van, mert liszt, víz, só, élesztő és minimális cukor, és hát ugyanúgy, mint az összes többi terméknek ugyanazok az árak. Bekalkuláltuk a lisztáremelést, a munkabéremelést, inkább a munkabér az, ami több egy zsemle előállításán. Hát mi most ezzel az árral per pillanat kiegyezünk, de állandóan változik a piac, változnak az árak, rettenetesen futnak el a munkabérek, úgyhogy ehhez kell igazodnunk. Hát tulajdonképpen egy zsemlénél ez elég nehéz, meg azért attól nem egy ember készíti soha, amikor a zsemlét készítjük, akkor általában 4 ember van a táblánál, és az is biztos, hogy azért már gyakorlott pékek is, és elég jól haladnak, de azért ez így elég nehéz percre megállapítani, vagy óradíjra, tehát nem lehet teljesítménybe számolni. Hát ez mindig úgy váratlanul ér minket is, hogy áremelkedés, mert mindig van olyan külső tényező, ami sajnos befolyásolja az árakat, és mint ahogy mondtam, hogy a bérek folyamatosan emelkednek, mert hogy szakmunkás hiány van, és most már csak így lehet versenyben maradni, hogyha a béreket emeljük. Az árak állandóan változnak, tehát egyszer nem látunk el holnapig. A sütőipar közel 20 ezer főt foglalkoztat, alapvető élelmiszereket termelő szakágazat, amelynek fennmaradása nemzetbiztonsági kérdés is, a fennálló helyzet kivizsgálása és az elítélendő piaci magatartás megváltoztatása kiemelt fontosságú. Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk itt a toronyház mögötti megújult játszótér avatásán, de nem csak ez a beruházás készült el, mi minden valósult meg? Egy topos pályázaton 141 millió forintot nyert önkormányzatunk, ami 100%-os támogatottságú, és ez 6 részből álló egy belső városi térrendezés szolgál. Két játszótér felújítása került ebbe a projektbe. Térkövezés, a Kossuth térnek a megújítása új növényekkel, új díszító elemekkel, új padokkal, valamint ebben a pályázatban sikerült megoldanunk kerékpártároló építését, nyilvános WC építését, és a park belső részén, a református templom környékén is egy térburkolásos új terület került kialakításra, valamint a virágpiac is megújulása került. Ez több száz négyzetméter megújulása volt, és hát olyan terek nyíltak meg, ahol esetleg a későbbiekben rendezvényeket is lehet majd tartani. Hát egyértelműen az emberek életkörülmények, a közérzetüknek a javítását célozza mindez a beruházás, és természetesen a rendezvények, koncertek lehetősége is adott ezeken a területeken, ez is hozzátartozik a hétköznapokhoz, meg az ünnepnapokhoz is, természetesen remélem, hogy sikeres és eredményes lesz ezen irányú fáradozásunk. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kovács Sándor országgyűlési képviselővel beszélgetünk, aki a személyes élményeit is felidézte a másik játszótérnél. Azt gondolom, hogy itt is talán olyan játékot, amin ha még ekkora gyermek lenne, mint itt mögöttünk játszanak, tudna játszani. Igen, kitűnőek ezek a játékok, de annak idején minket nem zavart, hogyha fára kellett mászni, megtaláltuk azokat a lehetőségeket is, de azt látom, hogy a 21. században a mostani gyermekeknek kell ilyen játszótér, amely biztonságos, ami fejleszti a mozgásokat, fejleszti a mozgás koordinációjukat, és jó azt látni nekem is, mint gyerekes szülőnek, hogy lehet hozni a gyerekeket játszótérre, biztonságos játszótérre, hiszen nem csak a gyermekek élvezik a játszóteret, hanem a szülők, nagyszülők, akik kikísérik a gyermekeket ezekre a játszóterekre. Mert ha nyugodtan lehet kihozni, és nyugodtan lehet itt a gyermek, az mindenkinek jó, a gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek, és hát így az egész városnak. Ennek a beruházásnak csak egy része volt a két játszótér, ezen kívül azonban a város több pontja is megújult.
Így van. Én úgy gondolom, hogy Karcag egyébként is egy szép, nagyon parkosított város. Talán az ország egyik legszebb és legjobban parkosított városa, de mindig van mit javítani, mindig kellenek új ötletek, padok, bútorok, köztéri bútorok, parkosítás rész. Én azt gondolom, hogy mindig lehet mind javítani, és ez az alkalom is olyan jó helyre került, még élhetőbb és még szebb lesz ez a város. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselővel beszélgetünk. Itt a gyerekek mögöttünk már birtokba is vették ezt a játszóteret. Azt hiszem, hogy ez egy nagy élmény lesz mindenki számára ezen a gyönyörű napon. Karcagon az idén is több fejlesztés készült el, több beruházás valósult meg. Ezek közül különösen érdemes kiemelni a Kisújszállási út beltöleti szakaszának a felújítását, de kosárlabda liget épült a Nagyvénkertben, sőt egy új műves pálya is hadrendbe lépett az ipariskolánál, most pedig két játszótér, piacfelújítás is a Zöldváros programban elkészült. Én gratulálok ehhez az önkormányzatnak, és bízom benne, hogy a karcaiak számára is ezek a célokat, amelyeket kitűztünk, azokat fogják teljesíteni. Itt láthatjuk a könyveket, amiket hétköznap használunk, és nem visszük haza, mert így sokkal jobb, mert így egyszerűen könnyebb a táska sokkal. Már harmadik hónapja járnak a diákok az iskolába, de még mindig panaszkodnak az iskolatáska súlyára. Ahhoz, hogy a táska ne rontsa a kisgyermekek tartását, fontos, hogy jól illeszkedjen a hátra, állítható legyen, és a terhelést el lehessen osztani. Csak a legszükségesebbeket vigye magával a gyermek, és a nehezebb tárgyak kerüljenek a törzshöz közel a táskába. Amikor itt vagyunk az iskolába, és nem visszük haza a táskát, akkor nagyon könnyű, de viszont hétvégén mindig hazavisszük, és akkor lehet 5-6 kiló, és akkor anyukám meg apukám szokott segíteni. Még az óvodában sokat mozognak a gyermekek, az iskolában ez megváltozik, ráadásul a növekedés során gyakran gyorsabban nőnek a csontok, mint az izmok, és ez is elősegítheti a hanyagtartás kialakulását. A kollégáim és minden pedagógus igyekszik arra figyelni, hogy ezeket a terheket megkönnyítsük. Intézményünkben egésznapos iskola működik az alsó évfolyamon, és az azt jelenti, hogy a gyerekek a hét napjaiban nem viszik haza a tankönyvet, hanem az iskolában történik a délutáni időintervallumban a másnapra való felkészülés is. Tehát a táskában ilyenkor hétköznap esetleg a kis megmaradt telemózsiát, vagy a mosásra szánt torna felszereléseket viszik haza a gyerekek, illetve hétvégén, pénteken, hogyha mégis haza viszik a könyveiket, a pedagógusok arra is ügyelnek, hogy megfelelően pakoljanak be a kisdiákok a táskába. Ugye azt tudjuk, hogy a táskában való elrendezésnél, hogyha egy súlyosabb könyvet a szélére teszünk, akkor sokkal nehezebbnek tűnik, és nehezebb cipelni, de hogyha a háthoz közelebb pakoljuk, akkor az sokkal könnyebb vinni. Így tudunk mi pedagógusok segíteni a gyerekeknek a terhein. Ugye nem minden gyermek egyforma. Egy kis kezdő elsős lehet gyengébb testalkatú, illetve lehet erősebb testalkatú is, tehát mindig javasoljuk azt, hogy a gyermek testalkatának megfelelő méretű táska kerüljön megvásárlásra, illetve az a táska ne legyen nagyon széles, ne legyen nagyon hosszú, mert ugye kicsik a gyerekek még ebben a 7 éves korban, tehát mindenképpen ezt szoktuk javasolni a szülőknek, illetve hogy úgy válasszanak táskát, hogy a válpántja is, ma már lehet kapni ezeket a kipárnázott válpántos táskákat, és ezeket szoktuk elsőként ajánlani. Érdemes figyelni a gyermek tartását, és ha láthatóan aszimmetrikussá válik, például a váll vagy a lapocka, akkor érdemes szakorvoshoz fordulni. A rossz tartástól fájhat a nyak, a váll, de akár a fej is. Gyógytorna, illetve sport a gyermek edzettségének javítása segíthet. A gyermek gerincét egyenletesen terhelő úszás, lovaglás különösen egészséges lehet, még most a hűvösebb időben is. A gyógyászati részlegben és a kempingben a forgalom nem emelkedett, hiszen a komplexum a nyári időszakban a kapacitások felső határát súrolják. Az ügyvezető elmondta, hogy itt csak beruházások segíthetnek a vendégszám növekedésben.
Egy nagyon nehezen induló, de aztán nagyon jól sikerült szezon sikerült zárnunk. Májusban jó idő volt, tehát elég jó tartós meleg, viszont a júniusi csapadékos időjárás az azt jelentette, hogy az előző év júniusához képest június hónapban egy olyan 29%-kal kevesebb volt a vendégforgalom. Ezt most a napi belépőket váltókra értem. Aztán jött ez a július közepén a májusi, vagy a júliusi nagy kánikula, ami eltartott még picit talán a mai napig is, csak már nyilván ez egy őszi időszak, ami pótolta ezt a kiesést, és gyakorlatilag az 1-9, vagy az 1-8 hónapban 13%-kal volt több a vendégforgalmunk, ami azt jelenti, hogy éves szinten egy olyan 350 ezer vendéget fogunk tudni fogadni. Érdekes, hogy a kempingbe nem látszik ez a forgalomnövekedés, nem látszik a gyógyászatban is ez a forgalomnövekedés ebben a nyári időszakban. Ennek az az oka, hogy mondjuk a gyógyászati részlegnél a kapacitásaink felső határát súroljuk, amíg nem lesz gyógyászati fejlesztésünk, több kezelőhely kialakítva és más kezelések, addig gyakorlatilag ezt a szintet fogjuk tudni produkálni. A kempingbe viszont a nyári időszakban már annyi lakókocsi van, annyi vendéget fogadunk, ami megint a kapacitásunk felső határát súrolja. Bár még részletes statisztika nem készült, de lényegesen növekedett a lengyel vendégek száma, mert a fürdő Dél-Lengyelországban kiemelt marketing tevékenységet folytat. A német vendégkör továbbra is stabil, nyugdíjasok érkeznek pihenni és gyógyulni a fürdőbe. Lényegesen megnövekedett a külföldi vendégek száma, azon belül is a Lengyelországból érkező vendégek száma. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy a marketing tevékenységünket is Dél-Lengyelországra helyeztük. Ez az a távolság, ami még egy napi kényelmes autóvezetéssel megközelíthető, így Berekfürdő, nem kell útközben szállás helyet valahol foglalni, stb. Másrészt meg két lengyel kempingklub is itt tartotta az éves találkozóját. Nyilván ez is hozzájárult, hogy növekedtek a lengyel vendégeink. A német vendégkör az, ami még egy stabilabb, de ők inkább az a nyugdíjas, pihenni, gyógyulni vágyók. Ők úgy stabilan megvannak, ők nagyon nem változnak. Az őszi-tavaszi szezonban a beruházások előkészítése zajlik majd, valamint a javítási munkálatokat is megkezdik. Ezen kívül elkezdődik az önálló szaunaház építése, amivel január-februárra készülnek el a szakemberek az Erdélyből érkező házzal. A beruházások előkészítésével, kisebb felújítások előkészítésével foglalkozunk ma. Ami nagyon hiányzik, az a szauna. Most egy önálló szaunaháznak a megépítése van terve, már gyakorlatilag a terve kész is, a kivitelezést kezdtük el, illetve kivitelezéshez készülünk föl. Reményeink szerint valamikor január-februárra legkésőbb végzünk vele. Erdélyből szeretnénk vásárolni meg azt a házikót, ami elképzeléseinknek megfelel. Épp a múlt héten voltam kint, és tárgyaltam le ennek a háznak a külső-belső megjelenését. Perge József kiemelte, hogy a gyógyászat fejlesztésre egy komplett fejlesztési tervet készítenek, amiből a gyógyszolgáltatások, a wellness szolgáltatások, fitness szolgáltatások, sauna szolgáltatások fejlődhetnek. Gyógyászat fejlesztéséhez egy komplex tervet készítünk, ami egyrészt a gyógyászatot, másrészt pedig a fitness, wellness részlegnek a fejlesztését, szaunavilág fejlesztését jelenteni. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, mindenképp egy újabb léptékű, nagyobb léptékű beruházást kell, hogy végrehajtsunk. Ennek az előkészítése jelenleg folyamatban van. A téli időszakban a nyári időszakhoz képest kevesebb medencével üzemel a fürdő, elsődlegesen a gyógyulni vágyó vendégek, a nyugdíjasok érkeznek a településre.
Bő szappanos vízzel mosnak kezet a gyerekek az egyik karcagi óvodában. Mivel a tanév elején sokan áthás megbetegedés, az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő higiéniás szokásokra és a megfelelő táplálkozásra. Ilyenkor az őszi időszakokban az óvodákban különböző sportdélutánokat, egészségnapokat is szervezünk, amelyek keretében egyrészt nagyon odafigyelünk és a gyerekek szabad levegőn való tartózkodására. A szülőknek is tanácsoljuk, ezt közösen játszunk, tevékenykedünk velük délutáni időszakokban. A zöldség gyümölcs fogyasztására, hogy ezt naponta többször, ezt mi itt az óvodában is biztosítjuk a gyermekétkeztetésben, valamint a higiénés szokások, kézmosás, fertőtlenítés, a játékok fertőtlenítése, ami ilyenkor nagy hangsúlyt kap ebben az időszakban, illetve a helyes öltözködés. A tömeges megbetegedés nem egyedi eset, ugyanis a gyermekek immunrendszerének védelme ilyenkor alakul ki. Azt lehet mondani, hogy körülbelül az influenza járványnak megfelelően hirtelen van egy súb, amikor a közösségbe kerül gyerekek, mikroflórája összerendeződik, és nyilván ilyenkor hoznak is, meg kapnak is a közösségtől új flórákat, amire az ellenálló képesség hirtelen nem tud reagálni. Úgyhogy a körzetenként a beteg 10%-át számoljuk, tehát egy olyan 70-80-as forgalommal megyünk most naponta. Tulajdonképpen csak egy felső rigúti náthárról beszélünk, ilyenkor még komoly kórokozó baktériumrezisztens törzsek, illetve komoly vírusos törzsek még nem jelentkeznek, hanem egyáltalán a felső légútnak nyálkahártya duzzanata, váladék termelődése, és ezzel együtt egy hőemelkedés, lázas állapot. Elsősorban megtanulni a lázcsillapítást, kettős, hármas lázcsillapítás nagyon fontos, tehát legyen különböző módon bevitt szájon át, illetve kubformájában, illetve a hűtőfürdőt ne felejtsük el. A lázcsillapítás legfontosabb teendő, a vitaminok adása szintén ugyanilyen fontos, orrcsepp használata és az orrfúvás nagyon fontos. Egy pici türelem még kell hozzá, mert a szervezet gyors reakcióját nem fogjuk tudni elérni, fájdalomcsillapítás, lázcsillapítás szükséges. Első 3-4 napon már a betegségnek a átmeneti szakába kerülünk, amikor már akut tünetek nincsenek, de mire lezajlik egy betegség, az egy hét. Viszonylag könnyen és gyorsan megoldódók betegségek. Az orvos szerint réteges öltözködéssel, friss zöldség és gyümölcs fogyasztásával, vitaminpótlással megelőzhetőek a tanévelei megbetegedések. Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, amelyben levetítjük önöknek a november 12-i foglalkoztatási fórumon készített felvételeinket Domokos Gyula, a foglalkoztatási osztály vezetőjének előadásáról. Témáját igyekeztük úgy megválasztani, hogy az megfeleljen a foglalkoztatók igényeinek, és most is lesz olyan napirend a szokásos támogatásokat ismertető napirenden kívül, ami remélhetőleg az érdeklődésükre számot tart. Bemutatom önöknek a Jászlafon Szolnok megyei kormányhivatal Szolnoki járási hivatal műszaki engedélyezési, fogyasztóvédelmi és foglalkoztatási főosztály, munkavédelmi és munkaügyi osztályának munkatársai, Katonáni Papárnás főosztályvezető helyettes asszony és Somogyi János munkavédelmi szakügyi intéző urat. Ők a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések tapasztalataiból fognak önöknek majd tájékoztatót tartani. Én Domokos Gyula vagyok, a Karcagi járási hivatal foglalkoztatási osztályának a vezetője. Mielőtt az első napirenden térnénk, egy technikai kérésem lenne, legyenek szívesek majd a jelenléti éve találjon, aki még nem tette meg. A kolléganőmnél ott van az első sorban a jelenléti év. Bevezetésképpen a projektről szeretnék néhány rövid információt átadni önöknek. A TOP 512 helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban elnevezésű program 2017. január 1. és 2019. december 31-e között valósul meg 500 millió forintos támogatásból 100%-os finanszírozással. A projekt átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés,
másnéven foglalkoztatási paktum, létrehozása és működtetése, foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása, képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása, az álláskeresők munkához juttatása a karcagi járás területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője a Karcag Városi Önkormányzat, a konzorcium tagja pedig a Jászlókun-Szolnok megyei kormányhivatal. A projekt két fő tevékenységre bontható, az A fő tevékenység megvalósítója a Karcag Városi Önkormányzat, és a projekt keretében elkészült és jelenleg megvalósítás alatt áll a foglalkoztatási stratégia és az akcióterv, amit a paktum tagok bevonásával készített el az önkormányzat. Ezen kívül feladata a járási foglalkoztatást elősegítő partnerségi hálózat, a paktum hálózat kiépítése, működtetése, tájékoztató rendezvények szervezése, a vállalkozói szemlélet erősítése, valamint a projekt kommunikációs feladatainak az ellátása. A marketing kampányok mellett az önkormányzat kiemelt feladata a vállalkozás ösztönzés is. A projekt keretében felállításra került a helyi paktum szervezet, melynek küldetése egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási problémáit, mozgósítsanak minden rendelkezésre álló eszközt, eszközt és erőforrás annak érdekében, hogy a közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása megtörténhessen. A koordinációs tevékenységre létrehozásra került egy paktumiroda Karcagon a Városokban 2 szám alatt, mely egyfő főállású partnerségi koordinátorral megkezdte a működését a tavalyi évben. Szeretném önöknek bemutatni Nagykabai Patriciát, aki ezt a koordinációs feladatot ellátja. Köszönöm szépen. A B fő tevékenység megvalósítója a Jászlókun-Szolnok megyei kormányhivatal, illetve annak járási szervezeti egysége, a Karcagi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya. Ezen tevékenység elsődleges cél, hogy javuljon a járásban lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósága, eredményesebb legyen a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésük. Fontos célunk, hogy a program a célcsoportba tartozó személyeket a munkaerőpiacra segítse, komplex személyre szabott programokkal, képzési programokkal, különböző támogatási formákkal, és a vállalkozások számára is elérhetővé válik az uniós forrás ezáltal. A projekt áttekintését követően szeretném önöknek bemutatni a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetképet nagyon röviden, októberi adatokkal, az igénybe vehető támogatási formákat, valamint fontosnak tartom, hogy beszéljünk egy igencsak aktuális témáról, az elektronikus ügyintézésről, ami minden vállalkozási és gazdálkodó szervezet, valamint önkormányzatok és intézmények számára kötelező. A munkaerőpiaci helyzetképről tényleg csak röviden áttekintő jelleggel. 2018 első féléves átlag az elérhető adatok szerint relatív mutató látható itt Magyarország térképén, relatív mutató az a nyilvántartott álláskeresők száma osztva a munkavállalási korú népességgel, tehát egy olyan mutató, ami jól szemlélteti, hogy milyen arányban a munkanélküliség egy-egy területen. Látható, hogy a legkedvezőbb a helyzet Győr-Moson-Sopron megyében, illetve a fővárosban, és ellenkező véglet pedig Nógrád megye, ahol a legkritikusabb a helyzet 8,2-es 2%-os relatív mutatóval. Még igencsak magas a munkanélküliség az ország északkeleti részében, illetve a Dunántúl-Somogy megyében. Szolnok megye, látható egy másik sáv, ugye a Heves-Szolnok-Békés megye, a felső középső kategóriára tartozik a munkanélküliség tekintetében, még mindig az országos átlag fölött, ami látható, hogy 3,9%-os ez év első fél évében. Érdemes megnéznünk a megyéket összehasonlítva a tavalyi október 20-ai állapotot az idejével. Látható, sokkal világosabb maga az ára, ez azt jelenti, hogy javult, ez a megyei átlagon is látszik, 5,5-5,1%-ra volt az utóbbi egy évben, de majd olyan árát is vetítek ki, amiből egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 5 évben drasztikus csökkenésnek indult a munkanélküliség. Csaknem minden járásban csökkent. Továbbra is Jászberényben ugyan valamennyit nőtt, de még mindig a Jászberényi járás a legkedvezőbb helyzetben lévő járás a megyében. Vállalkozások ráadásul nagy létszámot foglalkoztató vállalkozások igen magas száma jellemző erre a járásra, élénk munkaerő
végleten a Kunhegyesi járás található, számos hátrányos helyzetű településsel, nagyon sok alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű álláskeresővel. A karcagi járásnak a relatív mutatója 5,4%-os, ami még mindig a megyei átlag fölött van, bár csökkent 6-ról 5,4-re az elmúlt egy évben. Járásunkra jellemző, hogy a mikro és kis vállalkozások vannak jelen döntő többségében. Középvállalkozás is csak néhány van, tehát az sem jellemző, hogy nagy tömege lenne ebben a kategóriában. És jellemző az is, hogy ezek a vállalkozások nem állnak elő nagy létszámú munkaerő keresettel, ami a ráképzést is nehezíti nyilvánvalóan, illetve még mindig magas hátrányos helyzetű álláskeresők aránya a járásunkban, különösen az alacsony iskolai végzettségűek aránya. Ezeken a területen nyilvánvalóan még van mit tenni. Közelebbről megnézzük a megyét. Itt már szerepelnek a karcagi járás adatai. Kunmadarason, ahol nagyon sok a hátrányos helyzetű álláskereső, 9,2%-os a relatív mutató, legkedvezőbb helyzetben pedig Berekfürdő van, ahol most azt hiszem 20 fő alatti az álláskeresők létszáma, tehát itt már nagy eredményeket nem lehet produkálni a csökkentés tekintetében. A többi település kettő között helyezkedik el. A nyilvántartott álláskeresők létszámának alakulása a karcagi járásban az elmúlt szűk 5 évben. Látható, hogy drasztikus csökkenés következett be, különösen Karcagon látványos, a legfelső vonal Karcagot ábrázolja, ahol gyakorlatilag a felére csökkent az elmúlt 5 évben az álláskeresők létszáma. És ez csak részben köszönhető a közfoglalkoztatásnak, a versenyszférával is rengeteg helyezkedtek el. A többi településen szintén csökkenést láthatunk, azonban kisebb mértékben, Berekfürdőn pedig a szokásos alacsony ezek a számok nagyon rosszul látszanak, tudom, csak néhány olyan csoportot szeretnék kiemelni, amire különös figyelmet kell szentelni. Egyrészt az tény, hogy a nők aránya jóval nagyobb, mint a férfiaké az álláskeresők körében. Ez azt jelenti, hogy a férfiakat könnyebben el tudjuk helyezni. A munkaerőigények nagyobb része olyan munkakörökre vonatkozik, ahol esetleg nehéz fizikai munkát kell végezni. Nyilvánvalóan a férfiak tudják ezt ellátni. Elsősorban nők részére nehezebb az álláskeresés. Az általános iskolai végzettség nélkül és általános iskolai végzettsége rendelkező alacsony iskolai végzettségek aránya megközelíti az 50%-ot. Májusban volt egy ilyen munkáltató fórumunk, akkor még jóval meghaladta az 50%-ot, tehát e tekintetben javulás tapasztalható. Azonban nagyon fontos azt elmondani, hogy a munkaerő szervezet ennek a mutatónak a javítása terén nem nagyon tud sokat tenni, hiszen itt az iskolarendszerben megszerzett képesítésről van szó, tehát mi hiába szervezünk különböző szakképesítés nyújtó képesítéseket, vagy képzéseket, attól még az iskolarendszerű képzésben szerzett iskolai végzettség mutatói nem javulnak. A pályakezdők aránya lényegesen csökkent az elmúlt időszakban, ugyanígy komoly csökkenés mutatható ki a tartós munkanélküliek arányában, különösen a 12 hónapnál, vagy ott esetben a 24 hónapnál régebben nyilvántartásban lévő tartós munkanélküliek arányában. Ebben egyébként tagadhatatlan szerepe van a közfoglalkoztatásnak, ugyanis szisztematikusan mozgatjuk az álláskeresőket, azokat is igyekszünk megszólítani, megmozdítani, akik esetleg már hónapok óta, vagy akár évek óta nem kaptak állásajánlatot, így gyakorlatilag mindenkire sor kerül, mindenki munkalehetőséghez juthat. A bejelentett munkaerőigények oszlopdiagramjából arra szeretném felhívni a figyelmüket először is a középső sávra, ami a közfoglalkoztatási munkaerőigényeket mutatja. Látható, hogy a közfoglalkoztatás lényegesen csökken. Ennek a jelentősége, illetve a nagyságrendje csökken. És ez a csökkenés az erre az évre is kimutatható, független attól, hogy itt még csak darab évről van szó, tehát 1-10 hónapig mutatom be a 2018-as évet, azonban a közfoglalkoztatásba bevontak száma már nem fog növekedni évvégéig, mert új programok nem fognak indulni. A többi, a nem támogatott állások, illetve a támogatott állások száma még nőni fog ebben a évben folyamatosan évvégéig, tehát itt körülbelül elérjük a tavalyi és a megelőző éveknek a szintjét.
A projekt célcsoportjai nem olvasom fel mind a 10 célcsoportot, lényeges, hogy azok a hátrányos helyzetű célcsoportok kerültek megfogalmazásra a projekt pályázati kiírásában, akik nehezen elhelyezhetők a munkaerőpiacon támogatásra szorulnak, és adott esetben a foglalkoztatások esetén a munkáltatókat különböző támogatással célszerű ösztönözni. A projekt egyik eleme a képzésben történő részvétel támogatása. Itt támogatjuk egyrészt a képzési költséget, ez nem kerül költségbe az álláskeresőnek, ezen kívül az utazási költségeket, keresettúrni juttatást kap a képzési juttatlan alatt, és az egészségügyi vizsgálatok költségeit is a projektből vállaljuk át. Nagyon fontos, hogy ennél a projektnél jelenleg először a munkáltatói szándék nyilatkozat, csak úgy lehet képzést indítani, hogy a konkrét munkáltatói szándék nyilatkozat merül fel. El kell azonban mondanom, hogy a többi projektünk esetében is munkáltatói szándékra alapozzuk a képzéseket, csak ott elegendő egy szóbeli megállapodás, vagy elegendő egy informális adatbegyűjtés. Itt már konkrét írásos szándéknyilatkozat kell ahhoz, hogy valakit képzésbe tudjunk bevonni. A vállalkozóvá válás támogatása a vállalkozás ösztönzés segíti. Az álláskeresők, illetve a projekt célcsoportjai maximum 6 havi minimálbérnek megfelelő támogatást kaphatnak a vállalkozás első hónapjaiban, annak elősegítésre, hogy a kezdeti nehezebb hónapokat átvészeljék, és hogy a vállalkozás talán életképesebb legyen. Az elhelyezkedés segítő támogatások pedig, amiket már a vállalkozóknak nyújtunk, és talán minket ez már jobban érdekli, a bérköltség támogatások, a munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség támogatás és a bértámogatás. Ezeket mutatom be csak néhány diában. A bérköltség támogatás és a munkatapasztalat szerzés elősegítő bérköltség támogatás de minimis támogatásként nyújtható. Tehát ezekben az esetekben az elmúlt 3 évben 200 ezer eurót nem haladhatja meg a hasonló de minimis támogatások összege, és ebbe bele kell számolni a itt nyújtott támogatás is. A bérköltség támogatás mértéke a bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, időtartam a legfeljebb 8 hónap, amelyet 4 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség terhel. Azonban fontos ezt elmondanom, hogy a projekt szakaszaihoz igazodva, a pénzügyi lehetőségekhez igazodva, ez a maximálisan nyújtható támogatás, ez változhat, illetve az a támogatás, amit nyújtunk. Jelen pillanatban 6+3 hónapos támogatás az, amit tudunk adni. A munkatapasztalat szerzés elősegítő bérköltség támogatás célja az, hogy a munkaviszony első 3 hónapjában segítse a beilleszkedés mind a munkavállaló, mind a munkavállaló részéről, mind pedig a munkavállaló megismerését a munkáltató részéről, és így egy 100%-os, 90 napos támogatással ez a kezdeti időszak támogatható. Próbaidő sem köthető ki erre az időre, tehát ez kifejezetten arról szól, hogy egy picit segítsük ezt az egymásra találást, illetve az első 3 hónapnak a beilleszkedését. A bértámogatás mértéke a bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a, legfeljebb 8+4 hónapig, itt is 6+3 hónapot tudunk jelen pillanatban nyújtani. Itt azonban fontos, hogy ez a támogatási forma már mentes a de minimis szabályok alól, tehát itt már például egy mezőgazdasági elsődleges termékelőállító vállalkozásnak is tudunk adni ilyen támogatást, viszont itt az a nehezítő tényező, hogy az általános csoportmentességi rendelettel foglaltakkal összhangban nyújtható, és itt hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása támogatható. Ezt egy külön 6/96-os műrendelet tartalmazza, hogy milyen hátrányos helyzetű rétegekre adható ez a támogatási forma. Az előző formáknál 6 hónap, itt pedig 12 hónap átlagos létszám növelését kell elérni, tehát a támogatásnak ilyen növekedést kell produkálni. A munkáltatók részére nyújtható támogatások igénylése esetén néhány általános szabályt szeretnék önöknek elmondani. A támogatások igénylésének menete az, hogy először is célszerű felvenni a kollégáimmal a kapcsolatot, hiszen annyi projekt működik nálunk és annyi támogatási forma van, hogy általában a munkatársaim tudják azt önöknek megmondani, hogy melyik projektből, milyen nyomtatványokon, mennyi támogatást tudunk önöknek adni.
kérelemcsomagot mi biztosítunk önök számára, elérhető az interneten is, www.munka.hu weboldalon az összes kérelemcsomag, azonban azt, hogy melyiket kell abból benyújtani, abban a munkatársaink tudnak segítséget nyújtani. Benyújtandó tehát a hiánytalan kérelem, és azt szeretnénk kérni, hogy körülbelül 2 héttel a tervezett foglalkoztatás előtt nyújtsák be ezt a kérelmet annak érdekében, hogy megtaláljuk önöknek a megfelelő személyt, azt a személyt be tudjuk vonni az Európai Uniós programba, humán szolgáltatásban tudjuk őt részesíteni, és ezt követően pedig elő tudjuk készíteni a hatósági szerződést, mert csak hatályos, mindkét fél által aláírt hatósági szerződés esetén kezdhető meg a foglalkoztatás. Tehát mindennek a munkafolyamatnak meg kell előzni a foglalkoztatás, tehát hogyha önök bejönnek olyan kérelemmel, ami, illetve benyújtanak elektronikusan olyan kérelmet, amely mondjuk holnapi foglalkoztatás kezdetet tartalmaz, az gyakorlatilag nem lehet kivitelezni. Nagyon fontos a köztartozásmentesség. 3 fázisban kell vizsgálni a köztartozásmentességet, ezt jogszabály éri elő. Egyik a kérelem benyújtásakor, de vizsgálnunk kell a hatósági szerződés megkötése előtt közvetlenül is a köztartozásmentességet, és vizsgálni kell a kifizetés előtt is. Tehát, amikor önök kérelmet benyújtanak, akkor kell benyújtaniuk egy NAV-os adóigazolást, vagy ha szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az a legjobb, mert akkor semmi teendőjük nincs, csak mi megnézzük, kinyomtatjuk, beletesszük az ügyiratba. De ezt újra meg kell vizsgálni néhány nappal később, amikor a hatósági szerződést meghozzuk. Ha addig lejár a NAV-os igazolások, akkor gond van, mert az egész folyamat késedelmet szenved, maga a foglalkoztatás is, újat kell beszerezni. A köztartozásmentes adózói adatbázis ettől is mentesíti önöket. És minden hónapban, amikor benyújtják az elszámolásokat, a kifizetés napján köztartozásmentességet igazolni kell. Tehát minden havi elszámoláshoz kell NAV-os igazolást benyújtani akkor, ha nem szerepelnek ebben az adatbázisban. Nem akkor kell vizsgálni a köztartozásmentességet, amikor önök benyújtják, hanem akkor, amikor az kifizetésre kerül. Ezt a kormányhivatal központi szervezeti egysége fizeti ki, miután benyújtják az elszámolást önök. Mi feldolgozzuk, elküldjük szónokra elektronikusan, és majd azt követően történik a kifizetés, és azon a napon a köztartozás mentességnek a vizsgálata. Tehát ezt tudom, hogy nagyon nehéz így megvalósítani, de minden egyes esetben ezt vizsgálni kell, addig nem fizethető ki támogatás. A hatósági szerződés megkötése minden esetben jelen szabályaink szerint személyes megjelenést kíván, erről önök kapnak értesítést, ami arról szól, hogy szíveskedjenek megjelenni a hatósági szerződés aláírására, megkötésére, és ezt követően kezdhető meg a foglalkoztatás. A munkaszerződés ezt követő 10 napon belül kell benyújtani. Az elszámolásokról elmondtam, hogy kell vizsgálni a köztartozásmentességet, nagyon fontos még, hogy az első elszámoláshoz be kell nyújtani a vállalkozásnak a felhatalmazó levelet az inkasszóra. Tehát arra az esetben, ugye, hogyha inkasszálásra kerül sor, akkor nekünk jogosultságban legyünk azt megtenni. Erre van egy felhatalmazó levél, amit a kérelemcsomag szintén tartalmaz, és legkésőbb az első elszámolásig be kell nyújtani. Nagyon fontos, hogy az elszámolásokat azon a nyomtatványon szíveskedjenek benyújtani, amit ahhoz a támogatáshoz önök megkaptak. Ez azért fontos, mert 5 projektünk fut egymás mellett, és nem mindegy, hogy melyik projektnek az elszámoló lapján nyújtják be, nem tudjuk elfogadni egy másik projekt elszámoló lapján, illetve azt sem tudjuk elfogadni, hogyha már az egy lejárt hatályú elszámoló lap, mert azóta mondjuk a pénzügyminisztérium már 2-szer módosította ezt az iratmintát. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy figyeljenek oda, hogy amit a hatósági szerződéshez megkaptak elszámoló lapot, azon nyújtsák be az elszámolásokat. Tovább folytatva a projekt segítő tevékenységeit, munkaerőpiaci szolgáltatásokat tudunk nyújtani, humán szolgáltatásokat az álláskeresőknek, sőt kötelező is. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki, aki belép a programba, át kell, hogy essen egy ilyen humán szolgáltatáson. Ez valamilyen álláskeresési tanácsadás, vagy munkavállalási tanácsadás szokott lenni. Mentori szolgáltatást is nyújtunk, egyelőre ez saját erőből, erre jelen pillanatban nincs betöltve ez a státuszunk. A projekt indikátorait szeretném még önöknek bemutatni.
Ezek azok az indikátorok, amiket kötelezően teljesítenünk kell. Különböző célértékek lettek meghatározva, és most 2018. október 31-én elértük a 6-os mérföldkövet, ami egy vízválasztó abból a szempontból, hogy itt számot kellett adni arról, hogy időarányos teljesítésben hogyan állunk a projekttel. Látható, hogy 59 fő kellett új munkához juttatnunk, hogy legalább 6 hónapig ez a munka vállalás meg is valósult. Tehát már itt csak azokat vettük figyelembe ennél a mutatónál, akinél már túl is vagyunk a 6 hónapon, és ezt sikeresen teljesítette. 59 főt kellett elérni, október 30-ig 60 főt sikerült elérni ebből az időpontig. A második ilyen indikátor mutató az álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal munkával álló száma. Ez azt jelenti, hogy majd projekt végére 98 főt kell produkálni, most egyelőre csak 5-öt kellett, hiszen még a projekt kezdete óta alig telt el annyi idő, hogy ezt néhányan teljesíteni tudják ezt a mutatót. Ez azt jelenti, hogy ha kapott valaki egy 8-4 hónapos támogatást, akkor letelt a 8 hónap, letelt a 4 hónap, és még azon kívül is 6 hónap múlva is dolgozik az illető. Tehát ez igazán hosszú távú elhelyezkedés jelent. Itt 5 főt kellett produkálni, 7-es főnél állunk október 31-én. És végül az utolsó mutató a projektbe bevontak száma, 98 főt kellett teljesíteni, 201 főnél járunk jelen pillanatban. Projekt végére 328 főt kellett elérni. És itt pedig támogatási típusunként látható, hogy 201 főt mondtunk be, 19 munkáltató kapott, vagyis 19 főre kaptak a munkáltató bértámogatást, 142 főre bérköltségtámogatást, 12 álláskereső részesült önfoglalkoztatóvállalási és vállalkozóvállalási támogatásban, 26-an pedig képzésben vettek részt. Végezetül zárásként, az első napján zárásaként az elektronikus ügyintézésről szeretnék önöknek néhány szót szólni. Ez azért nagyon aktuális, mert önöknek még tavalyi év végéig azt hiszem cégkaput kellett nyitni, illetve akik hivatali kapuval rendelkeznek nekik valószínűleg még ennél korábban is. A 2015 évi 222-es törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályában kimondja, hogy kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljárva gazdálkodó szervezet, az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyészérző, köztestület és egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyféli képviselő. Tehát ez azt jelenti, hogy 2018. január 1-től, ez már múlt időről beszélünk, csak elektronikusan tarthatjuk a kapcsolatot önökkel. Tehát a kérelem, amit önök benyújtanak vértámogatásra, vérköltség támogatásra, az elektronikusan nyújtható be. És ugye eltelt több mint 10 hónap, ebben a tekintetben nagyon erőteljes lépésekre van szükség, tehát az év hátralévő időszakában teljes mértékben 100%-ban át kellene térni az elektronikus ügyintézésre, már erre ugye át kell részben mi áttértünk, tehát ez azt jelenti, hogy önkormányzatokkal, intézményekkel és kisebb mértékben vállalkozásokkal is már ez működik. De néhány hét múlva eljön az az idő, amikor a papíralapon benyújtott kérelmet el kell utasítanunk gyakorlatilag, azzal a hivatkozással szíveskedjenek elektronikus úton benyújtani. Ezt nagyon szeretném erre felhívni a figyelmet, mert ebben elmaradásunk van, nekünk is, önöknek is erre az elektronikus ügyintézési módszerre rá kell állnunk. Ez az ügyintézési mód azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ügyfél a nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket egységes személyre szabott ügyintézési felületen, vagy az államigazgatási szervei arra kötelezett szerv által meghatározott egyéb felületen, egyéb módon elektronikusan teljesítheti. Na most azért vastagítottam ki az egységes személyre szabott ügyintézési felületet, mert a kormányhivatal legtöbb esetben, és most itt ha karcagi járásról beszélünk, vagy karcagi járás foglalkoztatási osztályáról, akkor ez az egységes felület számunkra jelen pillanatban az e-papír, amin önöknek ezeket a kérelmeket be kellene nyújtani a jövőben. Elektronikus ügyintézés biztosító szervek, az alábbiak, nem sorolom föl, de gyakorlatilag itt akik itt ülnek, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények biztosan. Ők ugye elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Akik elektronikus ügyintézést biztosítanak, elektronikus ügyintézést biztosítanak, akik ezt biztosítják, azok biztosan rendelkeznek hivatali kapuval, majd a következő ábrá válik ketté, hogy a cégek, magánvállalkozások hogyan tudják teljesíteni ezt, illetve az elektronikus ügyintézés biztosító szervek milyen módon. Ezekkel a szervekkel egyébként mi már így tartjuk a kapcsolatot, tehát önkormányzattól érkezik egy megkeresés, akkor mi az önkormányzatnak hivatali kapunk keresztül válaszolunk, vagy így keressük meg őket. Tehát ez az esetükben már egy működő dolog. És végül a 451/2016-os kormányrendelet, ami kimondja, hogy az elektronikus ügyintézés biztosító szerv köteles biztosítani az e-papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott. Jelen pillanatban a foglalkoztatási osztálynak a támogatásaira nem működik elektronikus űrlap. Ez lenne a jövő, ezt szeretnénk elérni, hogy majd valamennyi támogatással egy-egy olyan elektronikus űrlap álljon rendelkezésre az interneten, ami kiszűri a hibákat, nem engedi beküldeni a hiányosan van kitöltve, de ez még a jövő. Ezt nyilván majd a felettes szervek fogják elkészíteni. Most jelen pillanatban az egyetlen működő módszer, a következő, a hivatali kapuval rendelkező szervek hivatali kapon tudják beküldeni osztályunkra minden kérelmüket, elszámolásokat, minden beadványukat. A foglalkoztatási osztálynak külön hivatali kapuja van, ennek az elérhetősége ott felírtam, de ezt meg fogjuk küldeni mindenkinek, mert erről majd körlevelet fogunk kiküldeni, illetve majd valószínűleg lassan a leveleink láblécébe is meg fog jelenni ez. Már most a Karcagvárosi Önkormányzatnál láttam a jó példát, hogy a küldött leveleken ott van a hivatali kapu elérhetősége, illetve a CRIT kód is itt látható. Ez nagyon könnyen megtalálható, kipróbáltuk többször is nyilvánvalóan az elmúlt hónapokban. Hivatali kapura gyorsan és egyszerűen lehet küldeni nyomtatványt. Hátrány nyilván, hogy ezt be kell szkennelni, és akkor úgy lehet ezt teljesíteni. Most a második ábra azt mutatja, hogy a hivatali kapuval nem rendelkező szervezetek és természetes személyek. Azért adtam ide a természetes személyeket, mert a természetes személy nem kötelezett elektronikus ügyintézésre, de önkéntes vállalás alapján ezt megteheti. De ide általában most azt mondom egyszerűség kedvéért, hogy akkor a vállalkozások, magánvállalkozók mind ide tartoznak. Ők hivatali kapuval nem rendelkeznek, de cégkapuval igen. A cégkapuról tudnak küldeni e-papírt az e-papír.gov.hu webes címről. Pillanatok alatt megtalálható a Karcagi Járási Hivatal mint címzet, és a csatornák az egyszerűen felcsatolják tartozással a számítógépről a küldendő fájlt. Ami még probléma, és ennek az áthidalásán a kormányhivatal dolgozik, hogy jelen pillanatban önök nem tudnak a Karcagi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályára küldeni, csak a Karcagi Járási Hivatalhoz. Ezért ez hivatalvezető asszonynál jelenik meg, és ő szignálja majd tovább ezeket a küldeményeket, de reméljük, hogy hamarosan megtalálható az osztályunk is, és akkor nagyon könnyen lehet küldeni közvetlenül nekünk is. De addig is a küldemények eljutnak hozzá. Az ügytípus célszerű még kitölteni, így rögtön le is szűrődnek gyakorlatilag a címzettek. Foglalkoztatási jellegű ügyek, aztán valami ilyen megfogalmazása van, hogy foglalkoztatási ügyek nagyon könnyű elkülöníteni, mert ilyen hasonló nincs másik, tehát a bányaigazgatástól bizonyára könnyen külön választható, mert ezek ugye az ügytípusok ugye jönnek föl a kereséskor. Ezzel kapcsolatban menni fog ki önöknek kör e-mail, illetve még beszélni fogunk, sőt kollégáim is segíteni fogják majd önöket ebben a tekintetben, de erre nagyon-nagyon gyorsan rá kell állnunk, és elég gyors átmenetet kell képeznünk ebben az elektronikus ügyintézés témájában. Köszönöm szépen a figyelmet! Katonáni Pap Ágnessel beszélgetünk arról, hogy hogyan is kapcsolódik a projekthez az önök hivatala, hiszen fontos, hogy a munkáltatókat is tájékoztassák, a munkavállalókat is tájékoztassák, de milyen módja van ennek?
Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos mind a munkaügyi hatóság, mind a munkavédelmi hatóság szempontjából, hogy kapcsolatot tartsunk a vállalkozásokkal, ezért is voltunk ma itt. Fontosnak tartjuk azt, hogy felhívjuk a figyelmüket a munkavédelmi és munkaügyi szabályokra. Itt akkor vegyük ketté, először beszéljünk arról, hogy a munkavállalóknak milyen dologra hívná fel a figyelmét, hogyha oda megy egy céghez, hiszen itt hallottunk arról is, hogy már megjelennek itt is a környéken a munkaerő kölcsönző cégek. Tehát mik azok a legfontosabb dolgok, amire egy munkavállaló odafigyeljen, és utána pedig arról beszélni egy picit, hogy a munkáltatóknak milyen változásokra kell odafigyelniük. Hát azt gondolom, hogy a munkavállalóknak nagyon fontos az, hogy amikor kezdenek egy új munkahelyen, akkor foglalják velük írásba a munkaszerződést. Tehát, hogyha nem kapja meg a munkába lépést megelőzően, akkor igenis kérje el a munkáltatótól a munkaszerződését. Ez ugye a munkáltató kötelessége, hogy írásba foglalja, még a munkába lépést megelőzően. A másik dolog, amire a munkáltatóknak oda kell figyelni, hogy a munkaviszonyok bejelentésre kerüljenek az adóhivatal felé, ez a munkavállaló is érdeke, hiszen így lesz biztosított jogviszonya, illetve majd a nyugdíjhoz be fog számítani. Erről egyébként, akinek van ügyfélkapuja, az meg tud győződni arról, hogy a munkáltató eleget tette a bejelentési kötelezettségnek. A munkáltatóknak fontos azt tudni, hogy a bejelentést a munkába lépést megelőzően kell teljesíteni, és itt szeretném kiemelni azt, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetében most már nincs arra mód, hogy az ellenőrzést vagy az adóhivatali, vagy a munkaügyi ellenőrzést követően tegyék meg a bejelentést. Ha már megkezdődik az ellenőrzés, utána csak munkaviszonyba lehet a munkavállalókat bejelenteni, egyszerűsített jogviszonyra nem. Beszéljünk egy picit a munkavédelemről, hiszen nagyon sokan kapnak most a programiroda kapcsán is új lehetőséget foglalkoztatásra, kisebb, rövidebb időre. Mi az, amire oda kell figyelni, tehát amikor felveszik a munkát, akkor mi az, amivel rendelkezniük kell? A legfontosabb az, hogy a munkába lépéskor a munkavédelmi oktatásban részesüljenek a munkavállalók. Amire szeretném felhívni a figyelmet az, hogy ez ne formális oktatás legyen, tehát ne csak az legyen, hogy aláírásokkal igazolják azt, hogy megtörtént az oktatás, ennek legyen valós tartalma és kapcsolódjon az adott munkavégzéshez, az adott munkakörhöz. Egy munkavédelmi oktatás általános jellegű, de kiemelném azt, hogyha mondjuk egy munkavállaló egy ilyen oktatást követően egy géphez oda kerül konkrétan dolgozni, akkor annak a gépnek a használatára még pluszban ki kell oktatni, mert minden gépnek megvannak a maga veszélyei, amit csak akkor fog tudni a munkavállaló, hogyha erre felhívtuk a figyelmét. Akkor azt hiszem, hogy ezeket a védőeszközöket pedig az ő érdeke is, hogy használja, ha már egyszer megkapta, és munkavégzésnek melyek azok az adott feltételei, ami nem jelentenek balesetforrást. Hát nagyon sokféle tényező vezethet oda, hogy a munkavállalók balesetet szenvednek. Nagyon sokszor nem tulajdonítunk nagy jelentőséget az ilyen apróbbnak tűnő baleseteknek, mint csúszásveszély, botlásveszély, a padozat egyenetlensége miatti botlásveszély. Azt gondolom, hogy mindenképpen erre oda kell figyelni, ezekre az apróbb veszélyforrásokra, mert ezekből is lehetnek azért komolyabb balesetek. Illetve amit mindenképp szeretnék elmondani, hogy ha a munkáltató biztosít az egyéni védőeszközt a munkavállalók számára, akkor a munkavállalónak is érdeke, hogy viselje ezeket a védőeszközöket, és ami még a gyakorlatunk szerint gyakran előfordul, az, hogy sokszor odaadja ugyan a munkáltató a védőeszközt, de nem oktatja ki annak viselésére. És mondjuk egy sisakot nyilván tudja a munkavállaló, hogy tegyen fel, de mondjuk egy hevederzetet, egy testhevederzetet egy építkezésen, azt meg kell neki mutatni, hogy hogyan használja. Akkor reméljük, hogy minél kevesebb baleset lesz, hiszen mint két fél számára fontos, hogy betartsa az előírásokat. Így van, mi is ezt szeretnénk, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a munkáltatókat tájékoztassuk. Domokos Gyulával beszélgettünk arról, hogy eddig hányan kaptak munkalehetőséget ennek a programnak köszönhetően. 201 főt vontunk be a programba a 6. mérföldkőig, október 31-éig. Közülük 149 főt helyeztünk el bérköltségtámogatással, 19 főt bértámogatással, 12-en vállalkozóvá váltak, ehhez nyújtottunk támogatást, és 26 fő pedig képzésben részesült, közülük többen már dolgoznak. Itt nagyon sok olyan információt mondott, amiben változások voltak, de a legfontosabb szerintem ez az e-papír és a bejelentéseknek a változása, amiről folyamatosan tájékoztatnak mindenkit.
Igen, a munkáltatókat most kiemelten tájékoztattuk arról, hogy az elektronikus ügyintézés az 2018. január 1-től kötelező több szervezet szempontjából, ezt jogszabály írja elő, és a hiányosságok ezen a téren még megvannak, de elsősorban a magánvállalkozók, illetve a gazdasági társaságok figyelmét szerettük volna felhívni, hogy elektronikus ügyintézéssel kell teljesíteniük minden adatszolgáltatásukat, kérelmüket, illetve minden dokumentációt, amit adott esetben a járási hivatal felé teljesítenek. Igen, itt elhangzott, hogy közvetlenül tudnak kérdezni, és közvetlenül tudnak igényelni bejelentéseket, jelentéseket küldeni, tehát azt hiszem, hogy már e felé tartunk. Viszont aki nem teljesítette idén, van-e még türelmi idő, vagy utána pedig jön a büntetés? Türelmi idő nincs, büntetés sincs jelen pillanatban, viszont megteheti a hatóság, hogy elutasítja a kérelmet, adott esetben amennyiben azt papírformátumban nyújtják be, kizárólag elektronikus úton fogadhatók be ezek a beadványok, illetve kérelmek. Tehát akkor mindenkinek azt ajánljuk, hogy tartsa ezt be, hiszen így eshet el jelentős támogatástól, amit esetleg a járásban ettől a programtól is kaphat a munkáltató. Így van, és ehhez igyekszünk minden segítséget nyújtani. Kérelemcsomagokat tudunk elektronikusan megküldeni, és abban is segítséget fogunk tudni nyújtani adott esetben, hogy egy komplett munkállomást állítunk be az osztályunkon, az oda beérkező vállalkozó adott esetben ott is tudja teljesíteni ezt a kötelezettségét. Én a végén azt szeretném, hogy beszéljünk egy pár mondatot erről a munkaerőkölcsönzésről, hiszen elmondta, hogy már Karcagon is megjelentek ezek a vállalatok, cégek. Mi az, amire oda kell figyelni mindenkinek, a legfontosabb dolog? Foglaljuk össze pár mondatban. Egyre több vállalkozás reagál úgy a munkaerő hiányra, hogy munkaerő kölcsönző céggel igyekszik szerződést kötni. Nagyon fontos, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy ezek a munkaerő kölcsönző cégek be vannak-e regisztrálva, be vannak-e jelentve a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán. Ugyanis a főosztály regisztrációval egyidejűleg meggyőződik arról, hogy jogszabálynak megfelelően működnek-e ezek a szervezetek, amelyek kérik a regisztrációjukat, többek közt rendelkeznek-e vagyoni letéttel, biztosítékkal, rendelkeznek-e azzal a szakértelemmel, szakképzett munkavállalókkal, amik a munkaerő kölcsönzése szükségesek, és ezen kívül még több olyan szabálynak kell megfelelni, ami szigorú, és az biztosítja, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tudjanak ezek a szervezetek nyújtani. Amennyiben ilyen regisztrációval nem rendelkeznek, javasoljuk, hogy a kapcsolatot szüntessék meg velük. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke, hogy csak olyanok dolgozzanak, vagy olyanok dolgoztassanak, akik megfelelnek az ön által elmondottaknak. Akkor akinek bármilyen kérdése van, akkor mehet a foglalkoztatási osztályhoz elektronikus módon. Igen, természetesen azért a telefonos tájékoztatás az továbbra is működik. A beadványokra vonatkozik az elektronikus adatszolgáltatás, illetve ügyintézés kötelme, de természetesen mindenben segítjük a vállalkozásokat, az álláskeresőket, és igyekszünk minden segítséget megadni. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Viszontlátásra!